Sziasztok, kedves hallgatóink! Ez itt a Business boys a legújabb része. Illés József a vendégünk, aki az IDBC-nek az egyik alapítója és egyik vezetője. Azért hívtuk meg Józsit, mert egy nagyon Hát igazából elképesztő növekedést csináltak az elmúlt 9 év alatt. 2014-ben alapították az IDBC-t, mindjárt beszélünk arról, hogy hogy mivel foglalkoznak, és, és elérték a 3 milliárdos árbevételt. Rögtön az elején szeretném leszögezni, hogy ez nem egy szponzorált adás, tehát ugye az IDBC támogatta az elmúlt néhány epizódunkat az előző év végén, ami egy nagyon izgalmas kaland volt nekünk is, de ide azért hívtuk el Józsit, mert olyan növekedést, olyan szervezeti struktúra változtatásokat, fejlesztéseket, olyan brand fejlesztést produkáltak az elmúlt néhány évben amiben azt gondoljuk, hogy mi is tudunk tanulni. Uh, itt van velem Virág Attila, és Mester Tamás kollega is. Sziasztok, szia, köszönöm a harmadókat. Józsit is hagyjuk megszólni, Szia Józsi! Sziasztok, köszi a meghívást! Te ráadásul egy profi podcaster vagy, mert van a, a Fel vagy véve című munkaerőpiaci podcastetek, amit gyakran itt forgattok, úgyhogy örülünk, hogy ilyen módon is uh, ismered a stúdiónkat, meg, meg dolgozol velünk, de tényleg itt most az lesz a téma, hogy hogyan nőttetek ekkorára. Tehát akkor ez a Brokinak volt a reklámja, Bro Broki, ez fanszorálja. Tehát a Brokesters, igen. A brokester. nem, 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 ez, ez egy, ez, egy, ez egy fantasztikus nevekedési történet, amit a Józsiék prezentáltak az elmúlt évben, és ahogy összeraktuk az adás tematikát, az volt végig a vezérfonal a fejünkben, hogy hogyan nőttetek ilyen gyorsan, ilyen nagyra. Um, Ugye ez a hárommilliárdos árbevétel, ez kilenc év környékén jutottatok el erre a pontra. Nagyon röviden, még mielőtt belevágunk ebbe a, ebbe a boncolgatásba, elmondat, hogy mivel foglalkoztak, és hogy, hogy néz ki most így az IDBC-nek a struktúrája? Mi egy digitális toborzó cég vagyunk, alapvetően két szolgáltatásunk van, az egyik szolgáltatást contractingnek vagy outsourcingnek hívjuk, és azt csináljuk, amit te 0-1-ben uh -huh. Igazából. <laughs> Tehát... Csak nagyba, ti nagyba. <laughs> Igen. És van 120 informatikus kollégánk, akiket alapvetően nagy vállalati ügyfelek számára kölcsönadunk egész egyszerűen, és napi díjas alapon havi rendszeressége számlázunk utánuk, de ők a cégünk része, munkatársaink, mm. vannak közöttük munkavállalók, vannak közöttük freelancerek, akik alvállalkozóként dolgoznak. Úgyhogy ez az egyik láb, a másik láb pedig munkaerőközvetítés, ahol ugyanúgy az ügyfeleink igényére megkeressük a munkaerőt, a szakembereket, csak nem saját állományba veszük, hanem egy sikerdíjért cserébe átadjuk mm -hmm. őket, és ők a megbízónknál fognak dolgozni. Mm -hmm. Ez korábban informatikai területre indult, most már ssc és pénzügyi, css -s marketing marketinges, kreatív pozíciókra, felsővezetői keresésekre is vonatkozik. Jó, oké, okay. tehát akkor van alapvetően két olyan, olyan modul, hogy saját állományba felvesztek ezeket a munkatársakat, akik hozzátok, tehát nem hozzátok járnak be dolgozni, hanem az adott kiszervezet, vagy a, tehát annál a cégnél dolgoznak, a kiválti kapcsolatban álltok, és vannak azok, akik soha egy percet nem dolgoztak nálatok, de gyakorlatilag a fejvadászi tevékenységet végzitek el, és van valamilyen fajta sikerdíjatok azért, hogyha el tudjátok helyezni ezeket a, ezeket a, ezeket a későbbi alkalmazottakat, akik más céghez mennek. Milyen cégekkel dolgoztok, milyen, milyen típusú vállalatokkal, partnereitek? nagyon széles a spektrum, ahogy említettem a contracting területen, ott főleg a hazai nagybankok, rengeteg digitalizációs fejlesztésük van, akik igénybe vesznek a belső erőforrások mellett külső fejlesztőket, projektvezetőket, üzleti utility szektor, energiaszektor, olaj és gázipar, a telkóban nem vagyunk, szóval ez a mondjuk így nagyvállalati kör, aki alapvetően ezt a szolgáltatást igénybe veszi, és a munkáról közvetítés az meg nagyon vegyes. Ott a, a hazai KKV-k, startupok, -ok, feltörekvő mindenféle IT cégek, SSC-k, service centerek, könyvelőirodák, hazai és multinacionális cégek, tehát ott tényleg nagyon széles a skála, hiszen egy pici startupnak is szüksége lehet mondjuk egy jó product ownerre, akit nem tud megtalálni, és mondjuk megéri, hogy ez miatt ne veszítsen időt, ezért megbíz vele bennünket, de lehet, hogy jönnek ki egész évben, nem lesz más ilyen keresése, az egy ugyanolyan ügyfél és ugyanolyan keresés számunkra, mm. illetve van, ahol pedig tízes évvel jönnek gyakorlatilag a pozíciók, könyvelőkre, de egészen mondjuk fizikai dolgozókkal nagyon nem foglalkoztunk eddig, de most már vannak targoncás, raktárlogisztikai munkatársak is, akik így bebecsobbannak, úgyhogy a kék galéros borzásba is kezdünk belekóstolni. Miért éri meg egy cégnek kiszervezni ezt a folyamatot, akár a fejvadászatot, akár azt, hogy hogy nálatok vannak bejelentve, nálatok alkalmazottak a, a, a munkatársak, de mégis nekik dolgoznak? Nagyon jó kérdés. Hát, szerintem itt érdemes az IT-szektort és a nem IT-területeket külön választani. Az IT-ban szerintem abban képben vagytok, hogy micsoda öldöklő harc dúl azért, hogy egy jó fejlesztőt vagy BI-szakembert találjanak a cégek, egész egyszerűen a, ezen a piacon úgy, hogy valakinek nem a toborzás a core business -e, hanem ő egy digitális terméket fejleszt, és úgy egyébként kell kellenének a skálázódás, az erőforrások, az már nem elég. Tehát ehhez ez a specialistáknak a terepe, és mi tudunk igazából vagy tízféle sourcing csatornán találni ilyen fejlesztőket, mert nem csak meg kell találni jó minőségi munkaerőt, de időben kell megtalálni, és az sem mindegy, hogy milyen áron találjuk ezeket meg. Az, hogy miért bérelnek tőlünk erőforrást, egész egyszerűen azért, mert ez főleg a nagy ügyfelekre vonatkozik. Vannak több éves projektek, egy korbanki program, az egyik nagy hazai banknál most öt kötője nyolc évre tervezik, és ehhez mondjuk a piacról felszívnak 40-50, akár 100 szakembert is, és ez mellett ott vannak a belső kapacitásaik, viszont ezek az erőforrások nem olyanok, hogy egyrészt meg tudnák fizetni mindegyiket, tehát van egy bérkérdés is, hogy jobb nekik temporári, ideiglenesen bevonni és nem munkavállalóként fölvenni. Másrészt ezt a tömeget nem is tudnák megtartani, tehát rengeteg belsó, belső olyan hárköltségtől így megszabadulnak, ami a külső vendornak a felelőssége, mint az IDBC. Harmadrészt pedig, hogyha bármilyen probléma van és garanciális csere kell, akkor azzal, hogy mi úgymond nagy üzembe keressük ezeket a szakembereket, rálátunk a hazai részben a nemzetközi púra, így sokkal hamarabb megtaláljuk. Van, amikor jön egy keresés, és három napon belül kell például egy projektvezetőt prezentálunk Tehát ilyen reakcióidővel egész egyszerűen a vállalati HR nem tud minden esetben lépést tartani ez a specialitás, ez, 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 honnan van meg nektek ez a, ez a szaktudás? Van, hogy kilenc éve foglalkoztok ezzel, és uh, ha úgy vesszük, hogy ez, ez elég ahhoz, hogy egy ekkora tudást megszerezzen valaki? Vagy én azt hiszem, hogy ti ezt már régebb óta is csináljátok, tehát hogy még kevesebb időtök át rendelkezésre arra, hogy specialistává váljatok ezen a területen. Ennek hogy nézett ki a folyamata, hogy ti ilyen, ilyen jók lettetek ebben? Hát itt megkülönböztetném az outsourcingot, vagy contractingot, azt mi már a cégtársammal, feleségemmel, a Ágival az előző cégeinkben is csináltuk. A munkaerőközvetítéshez igazából három éve van közünk. Tehát egyikünk se hár területre jött, menet közben tanultuk meg ezt a szakmát, és igazából az volt az alap ötlet, hogy egy contracting businesshez tudtunk valameddig skálázódni, volt mondjuk 10-15 ügyfelünk, de akkor tudtuk a gyors kereséseket kielégíteni, tehát akár három 4 napon belül, hogyha megvolt a toborzó kapacitásunk. Viszont ahhoz sok toborzót kellett fölvenni, de nem volt annyi pozíció, ami ezt a sok toborzót etette volna, úgymond, munkával, és azt kerestük meg, hogy mi az a szolgáltatás még, ami ugyanúgy informatikusokat keres, csak nem saját magunkhoz vesszük föl, hanem egy más konstrukcióban is. Így a munkaerőközvetítést, az IT munkaerőközvetítést találtuk meg, hiszen nekünk teljesen mindegy, hogy úgy keresünk egy elvás fejlesztőt, hogy magunkhoz vesszük föl és bérbeadjuk az ügyfeleknek, vagy valamelyik startup cégnek a megbízásából egy sikerdélyre átadjuk nekik. Úgyhogy mi behalmoztunk egy jó nagy toborzási kapacitást, és mellé raktunk a contracting mellé egy munkaerő és így indult el igazából. De hát menet közben tanultuk meg. Tehát ebben rengeteg buktató volt, öm, sok bénázás, <laughs> Erről de. fogunk most beszélni. De. <laughs> de beszéljünk a bénezésekről. Nem, a nem, nem, nem. Beszéljünk arról, hogy, hogy, hogy talán pont ez a, ez a, pont, amit elmondtál, hogy, vagy egyszer csak volt egy ilyen bátor döntés, hogy realizáltátok azt, hogy akkor tudtak nagyon nagyot növekedni, hogyha, hogyha elkezdtek kapacitást építeni egy bizonyos fajta szaktudásból, de ez egy ilyen tyúk vagy a tojás helyzet mindig egy, egy vállalkozás életében. Majd én is hozok példát, hogy én milyen tyúk vagy a tojás szituációban vagyok, és szerintem a többiek is tudnak majd ilyet mondani, hogy, hogy ha nincsen meg ez a kapacitásod, akkor nincsen annyi meló, ha nincsen annyi meló, akkor meg hogyan töltött fel ezt a kapacitást. És valahogy ez az, amit én szeretnék most megérteni, hogy hogy ebben a pillanatban, amikor ott álltatok, hogy realizáltátok, hogy csak akkor fogunk nőni, hogyha megvan a kapacitás, akkor mik voltak azok a gondolkodási folyamatok, vagy mik voltak azok a lépések, amiken keresztül mentetek azért, hogy hogy végül is ne legyen ez a fajta ilyen, ilyen belső dilemma, hanem meg legyen a kapacitás, és legyen hozzá meló is egy gondolat elejéig visszaugranék a kezdetekhez, 14-hez. Mi az elején egy nagy céget terveztünk. Legalábbis én biztos. Ági azt mondta, hogy hú, hát már tizen vagyunk, ennyi elég legyen egy platófázis, fázis, de aztán menet közben ő is rájött, hogy ha valaki tud növekedni, akkor muszáj növekedni, mert ha nem ő növekszik, akkor a versenytársai fognak. És mi már a pár hónapos cégben üzletágakat vizionáltunk, Sőt, mi van egy legendás noszvai évindítunk a menedzsment számára. Ugye 15. februárja volt az első. Én akkor fölraktam egy ilyen tervet, hogy hogyan képzelem el az IDBC-nek a jövőjét, és annak az öt éves tervnek a végén másfél millió forintos árbevételt, viziona, milliárd forintos árbevételt vizionáltam. Ebben két érdekesség van. Az egyik az az, hogy hajszára elértük a másfél milliárd forintot. Ez nyilván mondanám, hogy én voltam ilyen Ritka ügyes. Szereg, miért nem miért? Kettőt, és akkor lehet, hogy hát igen, a, a másik ezt utólag vette észre, Ági, hogy amikor az öt éves tervet felraktam, akkor tulajdonképpen hat év volt, csak elszámoltam. <síns> 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 és 20-20-ra valóban másfél milliárdos volt a cég. Ugyanakkor akkor még akvizíciókba gondolkodtam, hogy így fogjuk elérni, meg teljesen más volt az induló portfólió, mert tanácsadással, üzleti megoldásokkal is foglalkoztunk, viszont ezeket képesek voltunk 18-ban eladni, uh -huh. és egy profilt tisztítottunk, uh, Staffing and Recruitment uh, céget szerettünk volna csinálni onnantól, és uh, szóval azért kezdtem ezt mesélni, mert hogy az elejétől mi nagy céget terveztünk. De ez egy már kulcsmomentum szerintem, hogy hogy amikor leülsz ehhez a, ez a... Tehát igazából a vállalkozás alapításánál azt mondod, hogy oké, okay, csináljunk egy nagyon nagy céget, és mm. valahol a kezdetektől fogva nem az volt benned, hogy hát lássuk meg, mire jutunk, amiben szerintem elég sokan szenvedünk, hogy lássuk meg, mi lesz jövőre, ha majd, ha jövő jól lesz, akkor majd nézzük meg, hogy utána mi lesz, csináljunk egy nagy céget. Ez egy állandó harc volt közöttünk az ágival, hogy most kezdjünk el keresni is, vagy investáljunk és növekedjünk, és én voltam az, aki húztam, hogy de nőni kell, mert itt vannak a piaci lehetőségek, folyamatosan hoztam a jó meg a rossz, lehetőségeket, és ő megpróbálta filterezni, picit hűteni a kedélyeimet, de aztán a végén öm, ő meg másik oldalról egy ilyen őrült egyébként. Tehát öm, pár hónapos cégként ő már elpi rendszerbe vezetésbe gondolkodott, <laughs> és az, hogy hogyan lehetne az egészet automatizálni, hogy ne kelljen 16-18 órákat ültünk egymás mellett két laptoppal, és emlékszem, a cashflow-t számoltuk, valami sort elrontottunk. Nem jött ki, csak pár forint hiányzott, és azon egy másfél-két órát nyomoztunk, hogy hogyan lehet az utolsó fillérig minden stimmeljem, és akkor mondta, hogy ez így baromság, így nem fog nőni, és akkor tudom, hogy valami, nem tudom, a szuperbolt, vagy mit nézett, és ott vannak ilyen felhőszoftver reklámok a félidőben, abban nézett egy-kettőt, ő, ő, ő ilyen laza, hogy megnézte, megnézte hogy a top 5 mi át, ezen a toborzási piacon, letöltötte, ledemmoztam, lehet, hogy egy napot is beleölt, és azt mondta, hogy ez lesz. Na ezen, azért azért nem ne. sokan szeretnének ilyen feleséget, aki <gül> egyrészt <gül> szuperbolt néz, és mellette cashflow-t számít, és folyamatokat optimalizál, hát, és az, az állami vezetőként állami. implementál. Igen. De akkor igazából, hogyha, hogyha jól értem, akkor te nagyon gyorsan döntesz, és az őrült növekedés, és haladjunk, és csináljuk, ő egy kicsit visszahúz, és mögé rakja azokat a folyamatokat, ami, ami, amire azt mondja, na jó, most már csinálhatod, mert megvan a, a stabilitás mögötte. Igen, ez, ez... ilyen yin párosításnak tűnik. Nem? Annyira jó lenne azt mondani, hogy ez így az elejétől így volt, és az, de ugye annyi nekünk az előzményünk, hogy mi 40 évesen gyakorlatilag összetalálkoztunk, és összekötöttük az életünket. Mi dolgoztunk egy nemzetközi tanácsadó cégnél, ahol még én rekrutáltam Ágit, egy bankba volt vezető, és a kezembe került az önéletrajza, nem mondom, nagyon csinos szűk csaj, nekem tetszik, és hát akkor éppen ezt a, a világot ide nekem szélszes életet éltem elég hedonista módon, megcsörgettem, és mondtam, hogy fú, te marha jól nézel ki. Mindenképpen menjünk el ebédelni, és ez, ez nagy szívi, számok szívi törvény alapján. Szívi alapján. És hát a nagy számok törvény alapján akkor ez a süket szélszeres doma ez bejött. De ez, ez csak tisztázzuk, hogy ez mikor volt, hány van, 2000? Ez 2000... 5-6 környék. Igen, na no, már ez 2022-ben ez már nem menne át Absolut, hozzá, nem, a MeToo Abszolút, nem, ezt meg, meg is kapom mindig, is meg is kapom mindig, hogy hát ilyet ne. Hát, persze én is már sokat, sokat fejlődtem ebben, de akkor... Már nem hívogatsz a önéletrajzok alapján lányokat? Nem, mert hát van egy erős belső kontroll aki ezt nem nézi. <laughs> <hozzá>, Láttátok, <laughs> hogy milyen csinos lányok dolgoznak nálunk, voltak itt legutóbb is egy podcast beszélgetésen, Hát itt innen is a, a, Too, a dalmát. Igen, igen. a dalmát innen is üdvözöljük. A MeToo az, az egy fontos kérdés, úgyhogy ezekre oda kell figyelni. Szóval a lényeg az, hogy valahogy elhívta Mágit ebédelni, és utólag mindig elmeséli az ő olvasatában, hogy még egy ilyen nyálas, dumájú, szélszes, beakaszkodós csávót nem látott még a, a földön, és hogy hú, ezerszer is meggondolta, de ő akkor már szeretett volna a banki világból egy nemzetközi céghez, egy nemzetközi tanácsadó céghez csatlakozni, és csak megdomáltam, hogy jöjjön dolgozni, és akkor a végén ő lett a tanácsadási üzletágnak a vezetője, ő volt a delivery, én meg voltam a CSS fiú, aki hoztam a bizniszeket, és ha őt hallgatnátok, akkor mindig úgy mesélő, hogy hoztam a baromabbnál baromabb üzleti lehetőségeket, amit azonnal sokkal kevesebb napból, ahogy én képzeltem, meg kellett volna csinálni, és akkor rászakadt, hogy ezt meg kell csinálni. Na, mi ezt az örökséget transformáltuk át a cégbe tulajdonképpen, és így, így indultunk, viszont mi már azért nagyon jól ismertük az azelőtt is egymást, hogy ki miben jó, meg azt is észleltük, hogy kiegészítjük egymást, mi pont jó érzékel a, a válság, amikor a 2008-as válság beütött 2010-ben leginkább a mi ügyfeleinknél, akkor találtuk ki, hogy hát unjuk már azt a akkor már hatodik éve voltam szélszigazgató a nemzetközi tanácsadó cégnél, és hát kitaláltam, hogy milyen jó ötlet lenne egy magyar KKV céghez menni, akik erősek voltak az állami igazgatásban, nem volt a piaci szegmensben tanácsadási üzletágok, és Ágit is rádumáltam, hogy mi lenne, ha jönne velem, meg még rádumáltuk 13 embert, vittük a teljes üzletágot, és be, ugye beköszöntött a válság. Hát ez egy éves történet volt, neki egy pár hónappal több. Utána én így csz ugráltam egy-két ilyen IT cégen keresztül, ami nagyon jó volt egyébként, mert sok mindent onnan hoztunk, megtanultunk meg, de hogy ez volt az előzmény. Mm. És akkor egy idő után meg már eldöntöttük, hogy kőpapíroló kimegy vállalkozásba, kimarad biztos állásban, hogy legyen valami fizetés is, amiből élünk. Mindig azt gondoltuk, hogy majd én élek a jó szélszes fizetésemből, ő pedig majd elkezdi a vállalkozást, de ez soha nem jött össze. Ez onnantól indult el, hogy nem volt előttem más út, engem kirúgtak a akkori cégemtől. Ott álltam 14 nyarán, emlékszem, akkor a kényszervállalkozó vagy. Ugye? olyannyira, hogy mínusz 9 millió forintból indítottuk. Volt egy albérlőm, aki, aki valahogy rádumált, hogy ő Németországból szuper jó kocsit tudna behozni, és hát addig gondolkodtunk rajta, hogy mekkora ötlet, hogy lelépett a pénzünkkel, meg így kipakolt az egész lakást. Uf. Szomszédok szóltak, hogy én tudom, hogy pakolnak egy teherautóra bútorokat a lakásunkból, úgyhogy... Wow. <laughs> ez volt a de gyakorlatilag teljesen lenullázódtatok teljesen, pénzügyileg, teljesen. de szó szerint mínuszba mentetek még. Így van, mínusz 9 millió forint. Tehát ott álltatok mínusz 9 millió forint vagyonnal, és, és akkor onnan jött az ötlet, hogy oké, okay, csináljunk egy nagyon nagy céget. Ugye? Így van, <laughs> hát, így, így, hát emlékszem, az édesanyámtól kértem annyi pénzt, hogy áthidaljuk ezt a kezdeti nehézséget, és gyakorlatilag Egyébként pont úgy jött, hogy egy pár hónap múlva azt ő vissza is kérte. Tehát ugye, igazából 14. szeptemberében már szerződött partnerünk volt. Ugye július 1-én alakult a cég, de akkor már leszerződtük a Raiffeisen Bankot, a Kellert, a Vizerbe bedolgoztunk. Tehát, hogy nagyjából a nyár az ütős volt ilyen szempontból. Tehát egy erős tartal tudtunk indulni. Tomály. Hát de ez a, ugye, a régi szélszes állásaidnak volt ez a és akkor abból a kapcsolatokból így, bőn. Bőn. Aha. így van. Va va ott voltunk egy olyan pontnál, mondtad, hogy, hogy az volt egy választási pont, hogy keressünk pénzt, vagy investáljunk a növekedésbe. Az utóbbit választottátok, akkor jó, jó darabig? Igen, igen, igen. Hát jól élünk ebből a cégből, tehát nem azt mondom, hogy fogunk verjük a, a garast, de folyamatosan azért, említettem nektek, hogy növekedni tudunk, bevétel tudunk generálni, tudjuk, hogy hogyan skálázódjunk, nekünk is vannak olyan dolgok, amit tanulni kell, de az iparági átlag az az, hogy a be árbevételnek a 10% a minimum az ebit tehát uh -huh. azt azért el kellene tudni érni. Mi ennek még azért nem, 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 nem tartunk a 10%-nál, tehát uh -huh. a működési hatékonyságban, árbevétel és költség arányban egy csomó mindent meg kell tanulni, de... Hát ez a tanulópénz. Ez nagyon sokszor azért is van, mert hogy, hogy valaki a növekedésre, meg a bevételre fókuszál elsősorban, és akkor nem azon, nem arra figyel, hogy amúgy, amúgy a költségeket is fogjuk meg. De hogy először el kell, el, hogy. egy olyan pontra, gondolom, ahol viszont már inkább visszavesztek ebből a növekedésből, és inkább arra koncentráltak, hogy maradjon jóval nagyobb a profit. Eljött ez a pillanat. De, hogy eljött. Eljött. Mi, mikor jött-e? Ez akkor mostanában volt? Mostanában eljött, Aha. igen. Igen. Tehát, ugye. Bren nélkül igazából teljesen újként ezen a munkerőközvetítési piacon nagyon nehéz egyről, akár, vagy nulláról az egyre is jutni, uh -huh. és ebben nagyon sokat kellett investálni. Meg hát időközben mi azért éltünk azzal a lehetőséggel, hogy tök más csináltunk, mint a piac. Tehát amikor a legdurvább Covid idején a toborzókat rúgták ki, jó érzékkel, ez egy ilyen szerencsefaktor volt egyébként, mert nem sok tudatosság volt benne, csak az, hogy nem tudjuk a meglévő ügyfeleket kiszolgálni, kellenének toborzók pont akkor, akkor voltak a piacon, és akkor hirtelen a 10 fős toborzásból lett 40. Most van 60. Hmm. Ez egy olyan kapacitás, ennek a 80-90%-a IT egyébként, hogy ez egyik legnagyobb már Magyarországon toborzásban. Wow. ezt a növekedést, tehát létszámbeli növekedést, ezt a cashflow-ból hoztátok ki, vagy van-e mögött valamilyen forrás? Banki hitel van, Aha. tehát folyószámla hitelünk van, meg széchenyi hitelprogram, Aha. növekedési programban, abból tudtunk finanszírozást szerezni, de egyébként az elejétől finanszírozó a cég. De itt igazából finanszírozás is egy fontos kérdés, de onnantól kezdve, hogy van 10 ember, és abból lesz 30, meg 40, őket menedzselni kell, ellenőrizni kell, keresni kell azt, hogy hogy tudnak hatékonyabban dolgozni, tehát egy csomó olyan dolog van, ami, ami, ami nem volt meg nektek, mint tudás, meg tapasztalat. Ez így van. Ez így van. És, és akkor ilyenkor egy külsős cégekkel dolgoztok, vagy, Google-t nézitek, vagy, vagy, vagy a mi a, gpt t be kell igen, GPT. How to scale. Igen, tehát, hogy, Hát hogy... egyébként nem mondasz hülyeséget, pont most kaptam egy visszajelzést a szélszvezetőnktől, Andristól, hogy eddig görcsöltünk azon, hogy egy kampányt, hogy építsünk föl, mert egy csomó elemét nem tudtuk, és tökéletesen mindent megmondott, hogy mi ez, milyen jó szab, hívószavakat használnak az ügyfelek, mi legyen az a megkereső levél, ezeket mind szépen. Előtted pont egy ilyen adás. Igen, Felszín az előző adást, kedves hallgatóink, kedves Józsi, figyelmetek. Szóval sok mindent meg kellett tanulni, igen, nagyon sok külső tudást veszünk igénybe. Én, nekem az a perverzium, hogy én, ha lehet, akkor folyamatosan nézem az összes versenytársat, meg most már a nemzetközi versenytársakat is, és ebből azért rengeteg ötletet el lehet lopni. A vezetés művészetét viszont nagyon nehéz megtanulni, tehát ez miatt is van egyébként a legtöbb pérenyúlásunk, hogy ott nem lehet annyira sietetni, mint mondjuk a szélszt. Mm. Tehát sokkal könnyebb ügyfeleket behúzni, de mondjuk felhúzni egy második vonalat, akik vezetésben, akik felelősséget vállalnak, és ők is utána a harmadik vonalat jól tudják irányítani, hát ez csak nehéz. és Láne proaktívan, megtanul. kreatívan. Tehát, hogy, eh, hogy, megismertek téged, most már eh, talán, talán, két éve dolgozunk együtt ugye a podcastetek gyártása kapcsán, én azt látom nálad, hogy nagyon benne vagy a folyamatokban, nagyon sok mindenben benne, Nyilván nem látom azt, hogy most a kor folyamatokban mennyi vagy, el vagy benne, de a kreatív alkotó folyamatokban nagyon mélyen benne vagy. És kívülről így ezt gondolom, hogy talán ezt a legnehezebb nektek, nektek átadni ebben a nagy eplőt. Igen, hát ebben például a szélszvezetést ö másfél éve sikerült átadnom az egyik fiatal kollégámnak, aki 31 néhány éves, és mi a szélsz 20 éves gyerekekből építettük föl. Ez is egy megér egy misét, hogy mondjuk a BMW kulcsot forgató, füles, nagy B2B szélszes, nagyon drága, nagyot ígérő szélszesek helyett, amit itt sokat láttam B2B-ben az IT szektorban, helyettük a 22 és 25 év közötti fiatalokból erősen digitálisan érett és digitális szélt végrehajtani tudó fiatalokból hogyan lehet egy ilyen csapatot felépíteni. Úgyhogy ott ment az átadás, de tök bénák vagyunk az operatív dolgoknak a leadásában, tehát én magam is szélszelek, nagyokantok nagy akantak közül viszem a MOLT, az OTP-t, a Vizert, ez mellett nyakik benne vagyunk a belső működés fejlesztésben, nagyon nehezen adunk át dolgokat. Hát ez, a, amit nekünk is meg kell tanulni, enélkül nem megy egyébként, hogy átadnánk. Jó, de ez a, főleg neked azért, hiszen szélszes múltad van. És... ugyanezt csinálja a Delivery-ben, ő designerként, kinevezte magát, az mert hogy CO, kinevezte magát service designernek, mert részt vettem labás képzésen, és megtetszett ez a, Super elnevezés, és hát ő egyébként is az alapszak alapszakmelyet tekintve egy nagyon jó működésfejlesztési tanácsadó, meg rendszer szervező, hát ő ebbe éli ki magát, és ilyen sok sapkát pörget ez mellett. Úgyhogy ez még a mi Igen. gondunk. Csak arra akartam kiukadni, hogy mindig ez a legnehezebb, hogyha neked szélszes múltad van, és nyilván nagyon jól tudod, kitapasztaltad azt, hogy a te saját közönségednek hogyan kell szélszelni, azt mindig olyan nehéz átadni, mert arra gondolsz, hogy ide jön egy 30 éves valószínűleg egyébként nagyon tehetséges, de csak kevesebb tapasztalattal rendelkező ö, kolléga, szakember. Hát 20 éves, amit mondott Józsi. De nem, a, a szélszvezető 31 hát. éves, ugye? Hát 31 néhány éves, ö, a 31 lenne, most biztos majd fogja hallgatni az adást, ennek nagyon örülni, mert ezzel Bocsánat, szoktunk igen. ércelődni, de szerintem a 35 körül van, és ő ezzel a dojenje a csapatnak, a többiek azok ilyen 22-20. Igen, igen, igen. Pár évesek. Csak hogy a, igen, hogy azt akartam mondani, hogy mindig ezt a legnehezebb leadni, amiben te úgy érzed, hogy te amúgy jó vagy, és amúgy, amivel eleinte te adtad hozzá a legnagyobb értéket a céghez. Viszont közben meg neked átalakul az értéked azzal, hogy vezetővé válsz. Hogy azt mondtad, hogy másfél éve ezt már ezt átadtad, hogy te ezt amúgy hogy élted meg, hogy utána volt benned olyan érzés, hogy hát azért én jobban csinálnám, vagy olyan érzés volt benned, hogy fú, lehet, hogy fiatalosabban csinálja, vagy, vagy mik, mik, vannak ilyenkor? Az a jó, hogy egy csomó mindent jobban csinálnálam. nálam. Ezt mm. be tudtam ismerni magamnak, nem volt könnyű, mert azt hittem, hogy én egy jó szélszes vagyok, és mm. Rájöttem, hogy a jó szélszvezető, meg a jó szélszes, az nem ugyanaz. Uh -huh. Tehát én, amiben nem voltam annyira jó, és sajnos ez is a vezetéshez kapcsolódik, hogy hogyan lehet a fiatalokból egy csapatot gyúrni, és operatívan őket irányítani. Ezt az Andi sokkal jobban csinálja nálam. Viszont az, hogy őket tűzbe tartani, meg igazából a digitális szélszre ránevelni, az abban kell egy kis ösztökélés, és most is csináltunk csütörtökönként egy ilyen Challenge Data a nek ahol abszolút mindenki, mint az állat rá fókuszál az ügyfélszerzésre, jövünk listákkal, őket különböző csatornákon megkeressük, nap stand-up, nap végi stand-up, megnézzük, hogy milyen eredmény volt az elmúlt héten. Ez mint a Wall Street farkasában? Én is úgy képzelem, <gül> pontosan <gül> ugyanígy. Onnan jött az ötleted, is <laughs> kiállsz a mikrofon És dobod az órádat. <laughs> ez megy, ez megy. De amikor, amikor szélszeltek, akkor, akkor a azokat a potenciális partnereket keresitek meg, ahova tudnátok közvetíteni? Igen, tehát uh, itt a, a B2B értékesítésről Aha. szól a dolog, és az a jó, hogy, és ezért nem kell nagyon drága, nagyot mondó 40 pluszos szélszesekkel dolgoznunk, hogy az ügyfeleinknek is, tehát mondjuk egy év alatt tudunk, az elmúlt évben 96 új ügyfelet szereztünk KKV céget, ez a tavalyi Atyaust. eredményünk. És ott annyi a feladat, hogy az elején kell egy kis olyan munka, hogy hogyan szegmentálunk, megérteni, hogy mondjuk ezt a szolgáltatást ki tudja, akár it akár nem it ott belőni, hogy na, akkor nekünk mondjuk a hárvezetők, meg mondjuk a kkv ba a cégvezetők, ami az elsődleges kontakt targetünk, és hát hál' Istennek a LinkedIn a barátunk, annak mi a Sales Navigator verzióját használjuk, szépen tudunk szűrni, tudunk megkereső szövegekkel operálni. Most már tanítgatjuk a csapatot, hogy vegyék már fel a telefont. Ez ilyen az ez e generációs <laughs> probléma, hogy nem annyira szeretnek telefonálni. Inkább Snapchat-en <laughs> Ebben rengeteg beszélgetés megy házon belül, de a lényeg az, hogy igazából itt arról szól, hogy megfelelő mennyiségben jó betargetálva csináljad, és csináljad, és csináljad, és működik. Tehát nyilván ez az ügyfelek egyik része, az a konzultatív szél, amihez kiállás kell, bizalomépítésem alapul. Nyilván ott a 22 éves gyerekeket először nem veszik komolyan, de oda el tudunk menni együtt. Én át, el tudom vinni a folyamatot odáig, hogy kössünk egy keretszerződést, és utána pedig az ügyfélkapcsolatkezelést ők kiválóan tudják csinálni, úgyhogy rájöttünk, hogy itt nem kell misztifikálni a szélszt, hanem tolni a digitális csatornákat ezerrel. De akkor, akkor a, az a driver, ami a, a növekedést hajtja az elsősorban, ez a proaktív sales nálatok? Ez az egyik driver igen. A másik pedig, hogy ugye nálunk a biznisz nagyon egyszerű, mert kell ügyfél, kell jelölt, aki annak az ügyfélnek kell. Ez, ez csak egyszerűen egyszerű igen, igen, igen. <laughs> igen, 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 igen. Szándékosan, szándékosan egyszerűsítem, és ugye ez egy ilyen libikóka, tehát van most több, mint 10 szélszesünk, mondom, ezek majdnem mind fiatal gyerek. A másik oldalon meg kell egy bazi nagy toborzási kapacitás, mm -hmm. ő belülük van 60 toborzónk, ők közöttük is egyébként több mint 20 olyan egyetemista, akik diák szövetkezeten keresztül jönnek, és semmit nem tudtak korábban a toborzásról, mi tanítjuk meg őket. A álljak gyakorlatilag. a pillanattal, igen. A -a. És akkor ugye a toborzási kapacitást egész egyszerűen etetni kell pozíciókkal, ezt a kettőt kell összhangba hozni. Ha az egyik nagyobb, akkor drága. Tehát képzeljétek el, egy milliárd forint a a humán erőforrás költségünk. Egy milliárd forint. Ezt Pff, nekem is felfoghatatlan. A, a nettó vagy a bruttó? Ez a brutto Ez a nettó. Ez a nettó. Ez a netto. Hát, hát de kifizetetek a járulékaikat is, meg mindenféle. Ez szóval az ebben bér bónusz, minden Ez most ebbe bérbónusz mindenben. Na azért van. az már bruttó akkor. Az úgy, az bruttó. Úgy, úgy, a bruttó. Úgy bruttó és hát nyilvánvalóan ez a 60 toborzó, ez tud csinálni mondjuk 500-550 pozíciót be tud tölteni mondjuk egy, egy, egy év alatt. Uh -huh. És hát, hogyha mondjuk egy ilyen 30%-os főréttel kiszámolja az ember, hogy ez mekkora pozícióta meg kell, akkor az egy rengeteg. És nyilván ezt várjuk, hogy a meglévő ügyfelek, ez kb. 150 ügyfél tudja ezt produkálni, de hát vannak iparági konjunktúrák, meg visszaesések, hogyha valamelyik szektor visszaesik, akkor nyilván kell újakat hozni, mert nyavajgás mindig van, hogy azért nem megy a toborzás, mert nincs elég jó minőségi pozíció. Uh -huh. Akkor nyilván nyomasztom a széaszt, hogy legyen elég pozíció, de azért nézzük a másik oldalt is, hogy elég hatékonyak-e. Ez egy ilyen örök harc. És egyébként mennyire tartotok, tehát hogy itt mondtad azt, hogy a fiatalok és, és nevelitek ki őket. Ü én úgy gondolnám, hogy azért, mert még magatokra tudjátok, a cégre tudjátok formálni azt, hogy nincsenek berögzölt rossz szokásai, vagy ö, ö, olyan dolgok, amik, amik a régi, vagy a öregebb szélszeseknek megvannak. És hogy? De jó, a... le, de jó lenne, ha így lenne. Igen? De nem így van, nem így van. Igazából a szélszem még nincs gond, ott van egy dinamikus mentalitás, ők, nyilván az öregeket otthon hagyják, ők elmennek betonhófira, és bulgáznak. és Pont ezen derültünk, hogy Andris mesélt, hogy úristen, sírnak a szélszen. Hát miért sírnak a szélszen? Hát azt hittem, hogy valaki felmondott, és mondta, hogy nem, hát esik az eső, és betonfi koncertre mennek, és nem hoztak kabátot. Ezen teljesen letargiába tudtak esni. De ők rendben vannak. A, a toborzáson viszont marha nehéz, mert egy csomó fiatalnak az első munkahely vagyunk, és hát tényleg amire nagyon büszke vagyok, hogy nálunk a a, a munkatársaknak olyan program van, hogy tényleg a, mindenki megnyalja a tíz ujját, Tehát képzésben, belső csapatépítésben, CSR programokban, tehát a mindent is kitaláltunk, hogy hogyan lehet ezt építeni. Viszont azt hiszik, hogy mindenhol ez van. Tehát, hogy simán tovább mennek olyan csiszolatlan gyémántok is egy év után, hogy tök jó, kipróbáltunk benneteket, tehát nézzük meg, még rengeteg izgalmat tartogat az élet számunkra. Na igen, és pont, és, tovább... akartam, és pont, erre akartam, és hogy ti azt, azt méritek, hogy beleinvestáltok egy csomó időt és pénzt egy, egy tehetségnek a, a, a kitanításába, és ő utána elmegy a konkurenshez. Hát ez van. Hát főleg nagy multinacionális toborzó cégek előszeretettel vadászák. azt is megnéztük, hogy a az egy éves tapasztalat, amikor pont ugranának egy szintet, abban most három-négy munkatársunkat is a piaci nagy versenytársak elvittek, úgyhogy hát rágtam a kefét rendesen, de igazából leültem velük, mert mindig van exit interjúnk is, meg, meg azért normálisan válunk el, elmondták, hogy semmi gond, igazából ők ajánlani tudják az idbc szuper, nagyon jól érezték magukat, de mennek tovább, tehát, egy ugródeszkának tekintenek titeket? Sokan igen. Aha. Sokan de ez, és... ez végül is arra, arra, is jó amúgy, hogy uh, tehát ez, 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 hogyha és éppen sok tehetséges ember egy időpontban tekint rátok ugrodeszkaként, akkor, akkor egyszer ez folyamatosan fejlődik, és egyszerre csak eljutok arra a pontra, hogy már, már annyira stabilak a folyamatok, annyira jó a brand mondjuk, hogy tudtatok előre haladni, de közben meg értek ismenet közben, hogy ez egyszer csak átalakul. Ez egy ilyen iterációs fejlesztés ha. egyébként, igen, igen. hogy uh, mindig a kritikus tömeg, aki lojális és ragaszkodik a céghez, az egyre nagyobb kör. Mm. Viszont nagyon Igen. érdekes, mert amikor kis cég voltunk, akkor sokaknak az volt az ideális méret. Tehát volt, hogy úgy veszítettünk el munkatársakat, vezetőket is egyébként, akik nem jöttek velünk a növekedési sztoriban. És azt mondták, hogy úristen, ez már ilyen multisodó cég, meg mm. úristen, itt teljesítménykényszer van, meg adatalapúvá váltok, és uh, tényleg, <laughs> borzasztóan hangzik az adatalapúvá. És hogy mi, úristen, eredményeket de szeretnénk. Is, ez... de én szeretné keresni ezzel, meg nagy céget szeretné lépíteni, szóval ez, ez, szóval ez nem ez más, hogy más, szóval Én a munkavállaló oldaláról megértem, én is úgy én jöttem is el a cégektől, minket, figyelj, ahogy... Nem mindenkinek az a jó, hogy mondjuk nagy cég. Tehát nekem tulajdonosként nyilván ez az én vágyámom, én, én kergetem, de én megértem, hogy nem mindenki akar ebbe velünk jönni, akkor pofára és amikor egyébként jó arc, emberileg jóba vagyunk, szakmailag is jó, és egy nagy veszteség, de tudomásuk kell venni, hogy nem mindenkinek mi vagyunk az államcége, csak ezt nehéz volt tudomásul venni. Igen, tehát, hogy még nekem, meg az előző fejlesztőcégnél volt az, hogy négy vagy öt évvel ezelőtt nettó 200 ezerrel kapott jobb, bank, jobb ajánlatot egy banktól, azt mondta, hogy nem megy oda, hogy három hétig meg 86 papírt írjon alá, hogy egy teszttelefon kapjon. Mert hogy a múlt is környezet, meg nem ismeri azt, hogy kiül a szoba másik végén. Ezt a múltisodást állandóan megkapjuk egyébként. Ági mindig mondja, hogy erre a legbüszkébb. Most képzeljétek el egy ilyen nulláról induló, két tanácsadó összerak egy céget, mm. mini KKV-ból, mikor azt mondják, a leg, legdurvább ellenérzés az az, hogy már múltisodtok. Mi ezt egyébként dicséretnek vesszük. <laughs> minek de de minek val... tudnánk másnak. De... Lehet jól is múlt is adni. egyébként. De, szóval. de, de valahol meg ti ezt az innovációval próbáljátok kompenzálni. Nem? Tehát, hogy én amennyire megismertelek téged, meg már két évet csináltok podcastet, tehát, hogy őrli adopterek, egy... adopterek vagytok. Igen, egy hogy, őrli adopterek vagytok, hogy ezt ti tudatosan keresitek az új innovációkat, trendeket, és annak megfelelően próbáltok irányítani, próbáljátok irányítani a céget, vagy, vagy ez? Viszonylag korán vettetek szponzorblokkot a bizniszkort. Hát, ra rajtunk keresztül kezdetek korpásodni hajatok. Azt néztem, hogy... Nem, csak... az már korpás volt. Korpás addig, korpás akkor, volt, igen, volt igen, igen, igen volt ott már minden, de, 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 ez de olyan formátum, mint veletek, olyan igen, nem igen, volt. A, de egyébként az nagyon az élveztük. Az a... Hát egyébként akkor, amikor egy szektoron kívülről jössz, és hirtelen megjelensz a toborzási iparákban, és tanácsadóként rakod össze, akkor nagyon jó lehetőségeid vannak. Tehát például nem tudom, hogy mások úgy építenek egy céget, hogy színeket választanak, hogy mi lenne, ami színből össze lehet, ami passzol az IDBC-hez. Tehát hogy miért van több cég jogilag? Hát ezért van jogilag több cég, egyébként három cégből áll össze az IDBC csoport, meg kitaláltuk, hogy majd a sárga lesz egyszer a Trident Trader, a, a munka, a munka cég, tehát egy ilyen kölcsönző céget csinálunk majd belőle. Még nem csináltuk meg, de ezt ugye elképzeltük. Akkor a kék az ilyen hideg, korábban ez volt, ami a fejlesztő céget vizionáltuk, és akkor a zöld, az a zászlós hajó. az hajó lett persze, de nem tanácsadásban, hanem az a, az a core business. Így már a nulla kilométer kötő színek, színekben meg ilyen üzletágokban gondolkodtunk. Szóval színekből építettük fel, illetve adatalapúság, ez most mindenünket áthat. Minden nézzünk, mérünk, próbálunk bele tanulni. Azon gondolkodtunk, hogy hogyan lehetne mondjuk ötvözni egy online marketing ügynökséget, egy ilyen adatalapú end-to-end business bizniszt, meg mondjuk az, hogy egy freelancer ökoszisztémát behúzunk egy normál vállalati keretek közé. Tehát ilyen out of the box gondolkodtunk nagyon és ez ilyen nagyon-nagyon ilyen vegyes felvágott lett, tehát nem a, a klasszikus. És sok mindenben nem a tudatosság, hanem a szerencse is vezetett bennünket, hogy azért folyamatosan nézzük a versenytársakat, és akkor először, ami kijött, végignéztük az összes kommunikációjukat, az összes social media jelenlétet, mindent tényleg, hogy mi az értékajánlat. Arra jöttünk rá, hogy egy pár évvel ezelőtt már nem volt digitálisan érett ez a szektor, tehát, hogy Azóta már rengeteg hár, digitális hár megoldás bejött, meg az AI, meg rengeteg mindent tanulgatnak az emberek, de egy pár, pár évvel ezelőtt még a klasszikus Excelből keressük meg az embereket. Maxima LinkedIn volt a legnagyobb durranás, és ebbe becsobbanni úgy, hogy oké, okay, akkor hogyan lehetne ezt úgy az előnyünkre fordítani, hogy mi akkor egy ilyen digitális recruitment cég leszünk, és akkor mit jelent ez mondjuk a márkaépítésben? Csináljunk podcasteket, csináljunk webinárokat, jelenjünk meg videós tartalmakkal, mert ezt mások nem csinálják. Egy, egy csecégtől loptam az ötletet, hogy ők kitalálták, hogy videós álláshirdetéseket csinálnak. Az még akkor nem volt Magyarországon. Marhára nem konvertál, ezt megmondom nektek őszintén, tehát erre nem annyira jelentkeznek, de vannak ilyen additív hatásai, hogy mondjuk ezen keresztül a toborzóinkat megismerik, saját márkát építenek, a a brandnek az építéséhez marhára hozzájárult, meg ez egy jó sztori volt, hogy na, ők azok, akik ilyen videós hirdetéseken keresztül is keresnek. Így már nagyon megérte. És akkor ilyenekből építgettük össze mondjuk az, hogy milyen legyen az IDBC, de mindenből egy picit próbáltunk ebből behozni. Menjünk egy kicsit vissza első év végé, vége környékére. Ott álltok mondjuk már, egyébként az is nagyon brutálisan gyors, hogy ott már 300 milliós elbevételnél tartottatok hogy ott állunk nagyjából annál a helyzetnél, amikor azt mondjátok, hogy keressünk pénzt, vagy, vagy investáljunk a, a növekedésbe. Ugye nagyjából ott, ott vagyunk még időben. Um, ennél a pontnál én most kettő dolgot láttam, amit, amit, ami, amiben ti investáltatok, mert ezek szerint úgy döntöttetek, hogy a növekedésben investáltok. Az egyik a brand építésbe való investálás, a másik meg a kapacitás építés volt. Jól, jól érzékelem, hogy ez a kettő nagy Akkor nagy még a brandban nem. Akkor a, brandbe még a brandbe szerintem leginkább 2019-2020 környékén kezdtünk investálni, amikor ráalkattunk, hogy mi Staffing and Recruitment cég leszünk, és úgy, hogy nincs ismertségünk az iparákban, nagyon nehéz, tehát tudatosan elkezdtünk hozzá brandet építeni. Akkor még igazából egy tanácsadó cég voltunk, akinek marha jó megbízásai voltak. Nagy ipari cégeket struktúráltunk, minusz egy milliárdos eredményt fordítottunk át plusz egy milliárdba, és ahhoz csináltunk, hogy 20 projektet én működésfejlesztésben, csak ezek egy idő után elfogytak, és azok gondolkodtunk, hogyan lehetne tovább ott maradni az ügyfeleknél, uh -huh. és akkor kezdtünk különböző üzleti megoldásokkal, CRM-mel, ERP bevezetésekkel, egyedi fejlesztésekkel foglalkozni. Na erre hamar rájöttünk, hogy ez olyan dolog, amihez nem annyira értünk, és Ági is, meg én és inkább az üzleti típusú, tehát a tanácsadás típusú dolgok állnak nekünk jó. És aztán 18-ban eljött az a pillanat, amikor egyszer csak azt mondtuk, hogy hát asszus, nem fogunk ezzel tovább veszködni. Hát volt olyan ügyfel, aki havi 30 ezer forintos szápportdíjat se akart kifizetni, és ezen öt menedzser gondolkodott, hogy hogyan győzzük meg az ügyfelet arról, hogy mégiscsak fizessen. És akkor az egyik nagy piaci versenytárshoz, IT-cég tulajdonoshoz bekopogtattam, és mondtam, hogy érdekli ez az üzletág, és mondta, hogy haha már két hónapja nézi a, a cégeinket, a, az embereinket, le akartak bennünket szalámizni, egyenként levadászni, de így nincs pofája, <laughs> és korrekt volt, végül fizetett egy normális összeget, eladtuk ezt az üzletágat, és megszabadultunk tőle. Úgyhogy onnantól, hogy ez a balaszt lekerült rólunk, és fókuszáltak kezdtünk el lenni, onnantól indult el igazából ez a növekedési sztori. Mm. Ott akkor amúgy szemmel látható összegérattátok el azt az üzletágat? ágattat? Nem, hogy... az egy veszteség minimalizálás volt, aha, az aha. ilyen szempontból nem volt egy sikertörténet. Jó, de akkor, akkor amikor ott vagytok, hogy, hogy egy investálást kell meg, meghozni, egy döntést kell meghozni, hogy a növekedés érdekében valami fektettek, akkor mi a logika, ami alapján egy döntést meghoztak? Vagy tudsz -e olyan példákat mondani, amikor azt mondtátok, hogy itt van egy nagyobb összeg, több millió forint, több tíz millió forint mondjuk, investáljuk bele egy növekedési pillérbe, emberbe, technológiába, eszközbe, tudásba, stb. Hogy, 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 hogy képzeljük el ezt a folyamatot, ami ilyenkor a fejetekben végig megy? Hát sajnos ez nem ilyen szép tudatos. Tehát Aha. ez egy harc eredménye általában az ágival. Ez mindig arról szól, hogy én hozok üzleti lehetőségeket. Ügyfeleket, akik akarnak tőlünk közvetítést venni. És amikor már elég sok ilyen ügyfél jön, akkor így mondom neki, hogy kezdjük el csinálni, de jó, de van hozzá licenszünk, meg folyamat, meg toborzó, és nem mondom, jogos kérdések igazából. <laughs> és akkor elkezdjük ennek a licensz részét, a folyamat, a kapacitás részét építeni, de nem egyik alkalommal, és amikor új üzleti területbe vágtunk, nem határoztunk meg egy összeget, hogy mennyit fektetünk ebbe bele. Önfinanszírozó a cég, néhány tízmillió forintot ezekbe tudtunk áldozni, hogyha buknánk volt, bukta is. 16-ban nyitottunk Bécsben egy irodát. Uh -huh. Egy bő egy év után bezártuk. Kerestünk, kerestünk, de akkor még nem volt a remote munkavégzésnek ekkora reneszánsza, mint a Covid után most, és veszköltünk az osztrák munkaegyi szabályokkal, lehúztak bennünket, egyébként főleg magyar ügyvédek meg, Mindenféle remek magyar szakemberek, akik kint, kint éltek Bécsben, úgyhogy ez be kellett zárni, és ezek nem működtek. Az egy jó döntés volt, hogy a, a contracting mellett a közvetítéssel elkezdtünk foglalkozni, de ilyen organikusan épült fel. Egyszer csak lettek ügyfelek, azt ki kellett szolgálni, működött, általában működik. és A nehézség inkább onnantól van, hogy vérszemet kap az ember, és elkezdünk skálázódni, veszünk föl 10-ről 40 Főre földuzzasztjuk a toborzó lécet. Anélkül, hogy lenne ellenoldalon kereslet a szolgáltatásaitokra? Vagy hát. tudod, hogy majd lesz? Van, van, csak ugye ez nem olyan dolog, hogy van 40 toborzód, és akkor ők folyamatosan ugyanolyan szinten teljesítenek. Ez egy olyan biznisz, hogy építeni kell a kapacitást, de ezek mindig morzsolódnak le, mert egyrészt, amiről meséltem, hogy a fiataloknak esetleg más az útja, Szányor a rekrúter nem nagyon jött hozzánk az elején. Nem volt márka ismertségünk, miért jöjjön el valaki hozzánk a héztől vagy a ranstattól mondjuk. Ezeket azóta már megugrottuk, de az elején ez marha nehéz volt, ezért főleg a fiataloknak a kinevelésével próbáltuk ezt kompenzálni, így nőtt ekkorára a toborzási csapat, de onnan azért morzsolódnak le, jók mellett jönnek be rosszak is, tehát folyamatosan őket fejleszteni kell, be kell illeszteni, rengeteg onboarding képzési feladat van, és igazából a verseny erre a Pályára helyeződött, tehát hogy hogyan lehet őket képezni. Engem az érdekelne nagyon, mert hogy mondtad, hogy ez egy libikóka az egész. És gondolom, akkor jó a libikóka, hogyha így nagyjából egyensúlyban van, de amikor a tízes mérleg nyelvre, vagy lehet ez egy mérleg is ebben a hasonlatban, rápakoltok még 30 embert, akkor nekem így vizualizálódik, hogy az így leesik, és így másik oldalon pedig elrepül, hogy ebben hogy balanszoltok meg. Mik azok az átfutási idők, amikor ez a libikóka visszabillán, és hogy mennyire stresszes ez a folyamat? Nagyon stresszes, most is egy ilyet élünk meg. Sikerült a toborzási kapacitást kb. 25%-kal nagyobbra skálázni, mint amennyit a sales tud. Mint az őrült tanítjuk a sales kampányokat csinálni. Csiszoljuk a marketing képességünket, marketing ügynökségekkel is dolgozunk újabb csatornákat vetünk be, óriási nyomás van a szélszen, 20 éves fiatalokon még egyszer mondom, hogy ö, lépjek át a saját árnyékukat, és ö, emlékszem az első szélsztréningre Máté Albert Eduárdot innen is üdvözöljük, egy kiváló sales és megkérdezte tőlünk, hogy gyerekek, kihány? mit gondol, Kihány megkeresést tud csinálni egy, egy héten? És mondták, hogy öt, hat és ezzel már úgy körbenéztek, hogy jó, valami nagyot mondtak, és mondta, hogy száz, baszki, száz. <laughs> és akkor így mindenki visszament kicsibe, és akkor a, a gondolkodás mód átalakult, hogy ja, hogyha lehet száz megkeresést is csinálni egy héten, akkor, akkor lehet, hogy kéne csinálni. És akkor, hát így. De ez a libikók, ez egy iszonyú kemény dolog, mert most például éppen azt a fázist éljük át, hogy ügyfelek kellenek, ugye mondtam, hogy 96 új ügyfél jött be, de nem mindegy, hogy milyen ügyfél jön be. Tehát sikerdiért nem olyan nagy szám, nem olyan nehézség találni új ügyfelet, amikor az ügyfél túráztat téged, és azt mondja, hogy majd akkor fizetek, hogyha hoztad a szuper jelöltet, addig semmit. Arra már rájöttünk, hogy azért az okosabb versenytársaink valamilyen összeget kérnek előre, legalább egy shortlistre állított jelöltekért. Ezt nekünk is meg kellett tanulni. És most már, most már ez egy, egy, folyamatos küzdelem, hogy legyen elég, legyen elég pozíció. Úgyhogy de ez akkor, nehéz. De igazából ö, ennek köszönhető, hogy a libikókát ö, viszintesen tartsátok, hogy, hogy, újabb és újabb csatornákat most mondtad, hogy elkezdtetek marketing is dolgozni. Tehát, hogy minden, minden lehetőséget megragadtok arra, hogy, hogy ott legyetek a, a, az emberek szem előtt igazából, is most tök mindegy, hogy ügyfél oldal, vagy pedig munkavállalói oldal. Igen, tehát szerintem a szélzben azt a részét, hogy munkaerőközvetítésben találjunk az IT-ban megbízókat, ezt jól tudjuk skánlázni, mert óriási az igény. Amikor óriási az igény, akkor nagyjából toborzási képességet kell, hogy felmutassál, és akkor leszerződnek veled. De ugye nem csak it nak dolgozunk, hanem, új piacokra törünk be, és ott azért mondjuk egy stratégiákat kell végig gondolnunk, hogy egy SSC piacon, mondjuk egy Exxon Mobil, vagy egy, egy Vodafone SSC miért dolgozzon egy magyar céggel például, és ezeket a, a gátokat kell áttörnünk, vagy a különböző termelő cégek, vagy könyvvizsgáló cégek miért dolgozzanak egy olyan céggel, akinek nincs ilyen tapasztalata. Uh -huh. És ott viszont már mi is csipkedtük a versenytársakat, hoztunk el nagy versenytárstól olyan toborzókat, akiknek volt ilyen tapasztalata, és így volt egy valamekkora kompetenciánk, amivel be tudtunk törni ezekhez a cégekhez. Az előbb egy fél szóval említetted, hogy Bécsben volt irodátok. Ott a, a helyi piacnak az ismerete, ismeret hiányabb volt a... Azon kívül probléma, hogy, hogy ott is működött a CS, az a baj, ott is működött a CS. leszerződtük az Erste Bankot, a T-Systems, Raiffeisen Bank ügyfeleink voltak, Aha. jöttek a pozíciók, csak egész egyszerűen nem számoltunk azzal, hogy németül beszélő informatikus, aki hajlandó kimenni Ausztriába dolgozni, az már Ez ott így. dolgozik. Aha. <laughs> <Itthon> az, <laughs> tehát, hogy az egy viszonylag szűkebb halmaz, és uh, utána akkor elkezdtünk gondolkodni, akkor nézzük Bulgáriát, nézzük Romániát, mentünk Keletre, és arra meg uh, harmad, akkor az éves árbevételünk akkora volt, mint most egy havi árbevételünk, vagy kettő. Tehát uh, pici operációnk volt, pici menedzsment kapacitás erre a szorszoljunk keletről, adjunk el nyugatra, modellhez erre abszolút éretlenek voltunk, úgyhogy néhány tízmillió forintos buktával, de bezártuk ezt a hmm. üzleti ne, egységet. nekem az úgy hangzik, mint egy amúgy papíron jó ötlet, és amíg nem próbálod ki, addig nem derül ki, hogy nem Ez az. Pontosan nem most de pont az az izgalmas megint, hogy, hogy ebbe már megint bele kellett állni, investálni kellett, vagy abba, hogy, hogy Fizikailag legyetek, vagy abban, hogy az erőforrásaitokat átcsoportosítsátok, mással foglalkozzatok, és biztos volt egy csomó más egyéb költségetek is ezen. És hogy, hogy én még mindig ezt akarom valahogy így e, kiénekelni belőlet, hogy amikor egy ilyen helyzetben vagytok, akár az, hogy mondjuk nyissunk Bécsben egy irodát, akkor mennyire tudatos ez a folyamat, hogy, hogy egy, egy mérlegre teszitek az előnyöket, a hátrányokat, a költségeket, a potenciális nyereséget. És mi alapján döntötök ilyenkor? Nyilván csinálunk rá egy üzleti tervet, ah. de ez leginkább arról azért van, hogy meggyőzzük magunkat. Tehát a döntés már megszületik ilyenkor, <laughs> és utólag próbálunk ehhez egy ilyen business-like támogatást adni, de ez nem, nem ennyire tudatos. Tehát egyébként soha nem bánnánk meg, Ágival különbözőképpen vélekedünk arról, hogy ebbe a buktába például bele kellett -e menni, vagy nem, meg az ilyen típusú buktákba, de én, én azért nagyon, és ez tényleg nem puncs, de tényleg hiszek abban, hogy ha ezeket nem éljük át, akkor most nem tartunk mm -hmm. itt. Tehát, hogy annyi mindent tanultunk ebben, bizalmi dolog, kiben lehet megbízni, hogyan lehet felépíteni folyamatokat, struktúrákat, hát. stb. 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 Tehát ezek kellenek azért a későbbi növekedéshez. Tehát ez lehet az, hogyha, hogyha már kellően sok új dologba vágod a fejszédet, kellően sok új hibát uh, el, akkor azért, mersz a következőkben bátrabban belekezdeni új dolgokba, mert már tapasztaltabb vagy, és tudod azt, hogy olyan nagyon-nagyon nagy hülyeséget nem fogsz már csinálni? Hát csinálok még mindig hüvieséget. Most már nem számít az Csak azért. Nem félsz tőle? Én nem félek, de az a jó, hogy nálunk a, a kiegyenlítő Szelepági személyében működik, és az a lényeg, hogy mindig az új ötletek közül néhány beváljon, és a, a bukta azért az arányaiban még mindig kezelhetőbb legyen. Most már azért új területekre nem merészkedünk. Most már az üzletfejlesztés, a skálázódás ezen az iparágon belül zajlik, tehát itt mondjuk maximum abban tudunk hibázni, hogyha a libikó kell billenni, és mondjuk a toborzási kapacitásnak a költsége az annyival nagyobb, amit finanszírozni kell, és nem tudja a szélsz időben ezt visszabillenteni, de ez már nem olyan dolog, mint mondjuk a, a, bécsi terjeszkedés, de ez is csak részben igaz, mert rengeteg költségünk Euróban jelenik meg, nekünk is szükségünk van eurós bevételre, nyilván nézzük a lengyel piacot, a cseh piacot, nézzük a, a dahországokat, hogy hogyan lehetne akár remote magyar informatikai kapacitásokat értékesíteni. Többen csinálják, kérdés, hogy mi miért tudnánk ezt jobban megcsinálni, Nyilván jöttek lehetőségek arra, hogy on site-ot helyben toborozzunk munkerőközvetítési tevékenységet csináljunk, tehát ezen jár most az agyunk, csak egy dolgot megtanultunk, hogy ha itthon nem vagy király, akkor külföldön se. <laughs> és ez egy nagyon nagy igazság, és mi most pont abban a fázisban vagyunk, hogy szerintem az, hogy 3 milliárdos lett a cég tavaly, az egy komoly komoly üzleti potenciál nagy csapat, de hát rengeteg, tehát legalább 50% tartalék van a cégben működés-fejlesztésben. Ez egy nagy dilemma, hogy azt az energiát, amit erre fordítunk, ezt befele fordítsuk, vagy részben befele, és ez mellett azért mindig legyenek új, innovatív irányok, felé megyünk. Én vagyok, aki megy mindenféle irányba, és ági meggyőz engem korlátozni, de lassan kezdem belátni, hogy a mi tudásunk úgy véges, hogy sok mindenre nem tudunk egyszerre figyelni. Tehát most valószínűleg a, a, belső működési kiválóságnak a kifaszázása lesz igazából a legfontosabb, és hogyha ez már egy stabil bázis, akkor jó. Meddig lehet eljutni szerinted magyar piacon, magyar ebben a, ebben a, de ezen a területen, amin dolgoztok árbevételben? Hát ezt egész pontosan meg tudom mondani. <laughs> Két piac van, a munkaerőközvetítésben 20-20 óta dolgozunk, a 45 fős a mi versenytársi, szállítói versenytársi listánk, akikkel küzdünk az ügyfelekért. Wow. Abból mi az első évben a 15. helyen landoltunk. Eddig ilyen mentünk, mert a Budapest Business Journal-nak a listája az, ami ad ehhez egy támpontot. Arra mi erősen, erős volt a marketingünk, mindig elfelejtettünk jelentkezni, hogy megmutatkozzunk ezen a listán, de én azért számoltam, most már rákerültünk. 21-ben már 15 ről az 5. helyre értünk föl a 21. Árbevételben. Ár árbevételben, és a 22-es alapján valahol a, a top 3 cég, tehát már csak a meg a Hész előz meg bennünket. Mi lettünk a legnagyobb nem külföldi hátterű toborzó cég, és mondjuk ez egy ilyen 6 és 800 millió forint környéki éves árbevételt jelent. Ahhoz, hogy ott piacvezetők legyünk, ahhoz mondjuk egy egész 5,8 milliárdot tudnak most a, a két piacvezető cég, tehát őket kell legyőzni. Egy jó kérdés, hogy ez mikor fog megtörténni. Uh -huh. Tehát ez az egyik üzletág, ugye? Ez az egyik Aha. üzletág. A tehát másik, ott van egy három kötőjelölt szorozési lehetőség nagyjából? Vagy ezt igen. Aha. igen, igen, igen. Tehát mondjuk egy háromszorozás még kell ahhoz, hogy mondjuk piacvezetők legyünk. Igen, az a ti növekedésetekkel akkor egy-két év <laughs> Nem, hát most, most már egy évig, év, igen, most már az előző évben csináltak egy. Ennyit nem nő a piac, egy. mm. egymástól kell elvennünk. Igen, és az ebben már a külföldi piacon is jelentő szerepet kellene betölteni. Tehát ahhoz, hogy ezt megugorjuk, meg kell ugorni a külföldi piac szerzést is, ami nagyon nehéz. Mm. A másik üzletág a contracting üzletágot a harmadik és ötödik hely környékén lehetünk a piacon. Abban több tapasztalatunk is van, azt az elejétől fogva csináljuk, viszont nagyon érdekes, hogy ezt évekig nem kezeltük stratégiailag. Ez egy ilyen mostó a gyerek volt, érdekes, hogy nem locsoltuk akkor is nőt, nem locsoltuk akkor is nőt, és ö, aztán egyszer egy tanácsadó ismerősöm megkérdezte, hogy de ha ez ilyen jól megy, akkor miért nem ez a core business? Á, hülye vagy. Gyuri volt, és mondtam neki, hogy hülye vagy, hát figyelj, a több lábon kell állni, és olyan elveket gyártottam, hogy nekem nagyon fontos láb a tanácsadás, az üzleti megoldás. Oké, okay, van egy ilyen kis contracting is, de ez így nem kér kenyeret. És aztán végül is tökéletesen igaza volt 18-ba, a másik kettőt eladtuk, és ez lett a core business. Igazából ez finanszírozza leginkább a céget, tehát az, hogy van 120 ilyen kontraktorunk, ők éves szinten nőnek 30-40-50-60 fővel, ott az a probléma, hogy nagy a lemorzsolódás, tehát nagyon nehéz őket megtartani, mert igen, kompetitív a piac, de ott ez a top 3, top 5 cég között vagyunk most. Nektek amúgy a, a önmagában a növekedéseteket az is meghatározza, hogy a, a piacon lévő felszívó, hogy mondjam, tehát azok, akik, akik potenciális partnereitek, ők mennyire tudnak növekedni. Tehát hogyha egy olyan, olyan időszakban vagyunk konjunktúra például, ahol, ahol nekik kényszer a növekedés, akkor az a ti is, titeket is húz fel. Mi van akkor, hogyha mondjuk van egy olyan időszak, ahol meg, meg éppen vissza, visszafordul ez a tendencia? Hát nagyon jó a kérdés. Igazából van, hogy egy politikai döntés, és mondjuk értelen három bank mörgyölődik, és egy nagy szereplő születik a piacon. Van olyan, hogy elnök-vezérigazgatókat kirúgnak, és, és utána egy másik menedzsment kerül a, a helyére. Tehát nálunk volt olyan, hogy két-háromszáz milliót egy tolvonással kellett kiúzni az üzleti tervből egy ilyen döntés során, mert mondjuk tíz testmenedzserünk dolgozott egy ügyfélnél, és utána más vezető lett, más irányvonalat képviselt, állami háttér volt, és ez ment. Úgyhogy van ilyen is, tehát ez lehetőségeket is dob föl, mert nyilván amikor a, a BB-nél dolgoztunk 20 emberre, az egyik... <laughs> ne, ez a Budapest Bank volt, 20 akkor, akkor nagyon nem örültünk nem neki, hogy, hogy sikerült ezt a létszámot 20 fő fölé feltornázni. Már annyira nem örültünk, amikor hívott az egyik igazgató, hogy oké, okay, de lesz egy merge. <laughs> és uh, igazából nem így, és nem ezekre az erőforrásokra van szükség, és akkor hirtelen azt a kapacitást át kellett konvertálni más ügyfelek felé, és azért itt nem olyan egyszerű mondjuk azt, hogyha valaki egy-két éven keresztül dolgozik egy projekten, és utána őt egyből áttenni egy másik ügyfél projektjére, ez a művészet. Az olyan, amikor libikókázol és leszáll a másik oldalról a másik gyerek is. Ez így pofán vág, igen. Igen. igen, ez körülbelül így néz ki. Um. Kicsit már zárásként az is lenne a kérdésem, hogy amikor ott álltok noszfajban minden évben ezen a, ezen a tervezésen, akkor, akkor mondjuk a legutol, legutolsóan mi, mi került fel erre a táblára, mi, hova lehet ezzel a, ezzel a céggel Magyarországon vagy nemzetközileg eljutni, illetve hogy gondolom megint akkor 5-10 években gondolkozol előre, hogy, hogy ennek hol van a vége? Hát attól függ, hogy a mi szempontunkból, Ángival, vagy pedig a cégnek. Uh -huh, mi most uh -huh. én 51 éves vagyok, mint pont holnap, és és boldogsz, és Köszi. Egy tíz évet szeretnénk még belerakni intenzíven, körülbelül hasonló hőfokkal, de abban bízunk, hogy valami időtálló céget csinálunk, és ez az IDBC tovább fog menni. Veletek? Megtartanátok? E, megtartanánk, igen. Tehát e, beszéltünk erről sokat Ágival, hogy ez nem pénzkérdés, hogy exitáljunk, és ebből egy e, jó összeget realizáljunk, hanem annyira jó kollégákat sikerült összegyűjteni. Nem mindenki szeret bennünket, a kollégák közül Itt nem akarok egy ilyen szirupos zárszóba fulladni, de van néhány nagyon olyan ember, aki sokat jelent, és az, hogy mondjuk miattuk bemenni, meg ökörködni, együtt rögni az ebédnél, inspirálódni. Ezért mások pszichológusokat fizetnek, meg tréningekre járnak el, nekünk meg készen megvan, és igazából ez adja a sava borsát az egésznek. Úgyhogy amikor tavaly, egyébként most megyünk majd néhány hét múlva újra a kilencedikre, és van egy ilyen mitikus, vagy tíz éves lesz az IDBC 2024-ben. Mi ezt úgy terveztük, meg a korábbi években is azt vizionáltuk, hogy egy ilyen 7 és 10 milliárd forintos árbevételű cég lesz. Egyébként pont mosolyogtam, mert mikor készültem a, erre az adásra, és megnéztem az első megkereső levelet felétek, akkor Tominek volt egy blogposztja, hogy hát nálunk nem fog vendég lenni olyan, akit nem mi hívunk, aki bejelentkezik, az kuka. És akkor így el és ti jelentkeztetek be? Én bejelentkeztem 21 De elején. Ezt küldtem neked tegnap. Ja, okay. De ezt egyébként pont tegnap elküldte egyébként, ja, jót, jót rögtem rajta, hogy mondom itt az elején, ezt elcsesztem. Nagy lelkesen ugye, én előtte egy fél évvel kezdtem a podcastet hallgatni, és ti voltatok az első üzleti podcast, amit... De el... az, a, az a post, az egész pontosan úgy szólt, hogy onnantól, hogy bejelentkezel, onnantól legalább egy év még izé, még <laughs> átfutási idővel vendég lesz valaki, mert én hogy... Én nem ez is... erre a kitételre. Ez benne van De most hiszen, a blogpostban. Ez az egy jó szabály volt, nem 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 és végül és is ott, is. amikor így beszpícseltem magam hozzátok az első megkereső levélbe, akkor abban az volt, hogy hát majd 10 éves cégként 7 milliárdos árbevételünk lesz, az még így 21 elején volt szerintem, tehát ebbe azért sok remény volt, akkor még ilyen 2 milliárd körül volt a cég, de azóta megint egyel közelebb léptünk hozzá a 3 milliárdos árbevétellel, és azzal, hogyha ezt az 5 milliárdot mondjuk jövőre tudjuk hozni, akkor a 24-re nem elérhetetlen egyébként. Úgyhogy ez a terv, és közben a nyerességességet és a, az, hogy Belül, amit csinálunk, az nemzetközi szinten is megállja a helyét. Ez, ez nagyon fontos, hogy um, ahogy tapasztaljuk, um, egyre tapasztaltabb tulajdonosok, meg vezetők vagyunk, érdekes, hogy a, a növekedés fét is, meg az árbevétel fét is, az egyre kevésbé számít, mm. és az, hogy mondjuk vannak benchmarkok, -ok, amivel versenytársakhoz mérjük magunkat, azok nagyon is számítanak. És uh, most inkább erre a területre helyezzük át a, mm. a, a meccset. Mert sok sikert akkor ez a, ez a szép jubileumhoz, hogy érjetek meg hozzá a, a, kitűzött célokat is. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy eljöttél, és köszönjük szépen a, a azt, hogy több indirekt és direkt módon is támogattátok már a bizniszból, ezt, úgyhogy ez, 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 ez szuper, is örülünk, hogyha még a, a, partneri kapcsolatunk majd a jövőben is együtt tehát, a több tud, tud együtt vereni, úgyhogy, úgyhogy szerintem még lesznek podcastjeitek, lesz úgyhogy szerintem még fogunk együtt dolgozni, meg, meg hát a, lehet, hogy a tíz éves sztorit majd, majd meséled el nekünk, úgyhogy köszönjük szépen, hogy velünk voltál. Kedves hallgatók, hogyha szeretnétek hasonlóan jó, inspiráló történeteket olvasni, vagy hallgatni, mint amit a Józsitól is lehet, akkor, akkor gyertek az átcsoportunkba, iratkozzatok fel az impulzus hírlevélre, amit Mester Tomival közösen írunk, és nagyon sok vállalkozós gondolat és vállalkozás fejlesztési ötlet van. Úgyhogy ez a két olyan terület még, amit tudtak tőlünk fogyasztani, illetve a korábbi epizódok, Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, és ez volt már a Business Boys Podcast, Illés Józsi valaki az IDBC-től volt velünk, Virág Attilával, Mester Tomival és Sándor Fiadrián vagyok. Köszönjük, hogy velünk voltatok, kövessetek minket YouTube-on is, Instán is, Facebookon, mindenfelé YouTube-on iratkozzatok fel, nézzétek ott is, mert hogy például ez az epizód is meg lett videóra rögzítve, úgyhogy igyekszünk még ilyeneket csinálni a jövőben is, bevesszük a YouTube-ot is, nem csak a podcastet, úgyhogy haladunk a mi és köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, sziasztok! Köszönjük szépen, sziasztok.